Még Nagy István agrárminiszter is szedte az almát szeptember végén Nagykáló határában. A helyi Tész kertjében minden ősszel megszervezik az akciót annak érdekében, hogy gyermekvédelmi szervezeteknek juttassák el a gyümölcsöt. Minden búra balra jó. Az alma jótékony hatásait sorolta szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekvédelmi Központ Máté Szalkai intézményében Bölcskei György, az akció megálmodója. Ide kerültek azok az almák, amelyeket néhány héttel ezelőtt szedtek le Nagykálóban. A helyi Tész tulajdonosa azt mondta, minden gyermeknek meg kell tanulnia, milyen egészséges az alma. Minden gyerek tanulja meg, hogy ez milyen csodálatos dolog, ami egész életében elkísérheti, és ugye minden tekintetben, minden porcikájának ugye a legegészségesebb, úgymond legegészebb táplálékunk egyike, és ezért ez rendkívül fontos, és hogy minél közelebb a termelőtől lássák, hogy milyen alma az, ami megterem, és hát, ha még az is kedve kapna, amiről beszéltünk, hogy akinek lehetősége lesz, legalább otthon egy-két almafát ültessen, és akkor ezt ugyanúgy tovább tudja majd terjeszteni, hiszen ez a legfontosabb kérdés ennek a dolognak. 26 telephelyen látunk el gyermekvédelmi szakellátásba beutalt gyereket, 428 férőhelyen, és ez az alma, amit mi minden évben felajánlásként megkapunk, ez minden gyerekhez eljut, úgyhogy... Repeli Anikó, a helyi gyermekvédelmi intézmény vezetője köszönte meg az adományt. Az almát aztán jelképesen Román István vármegyei főispán osztotta szét a gyerekek között. Azt mondta, Európai Uniós elismerésben is részesült a közelmúltban a szabolcsi gyümölcs. Nemrégiben egy hónappal ezelőtt kaptuk az Európai Uniótól azt a visszaigazolást, amely eredetvédett termékké nyilvánította uniós szinten a szabolcsi almát. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly elismerés nem csak az almának magának, hanem a termelőknek is, akik generációról generációra végzik ezt a tevékenységet, és újítják meg az almatermesztést a megyében. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír. Nyilvánvalóan ezután következik az a munka, aminek az eredményeképpen bízunk abban, hogy ezt sikerül pénzre is váltani, vagyis piacra váltani, és ezzel a márkanévvel a Vármegye területén megtermelt étkezési almát nagyobb lehetőségekkel sikerül majd értékesíteni. Az akcióban ötödik alkalommal jut el a Máté Szalkai Gyermekvédelmi Intézményhez a leszedett alma. A szerdai rendezvényen részt vett Hasulyó Szabolcs, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vármegyei kirendeltségének vezetője is.